Véget ért az ünneplés, a szakszervezetünk 25. évfordulóját köszöntötték több százan a Készleti Fűtőház területén. Nagy sikert adott azonból Vasa szakszervezetelnökének a beszéde. Ezt örömmel volt hallani, úgy a beszédet, mint az azt követő ovációt is, és úgy gondolom, hogy jó, hogy ilyen lelkesedés van a hallgatóban, annál is inkább mellett, hogy erre szükség lesz, hiszen húzódik az a szerződés megkötése, amely hivatott megakadályozni, hogy olyan viszonyok keletkezzenek, mint például Angliában is. Nevezetesen az ágazati kereti szerződés megkötése várat magára. Azt tudjátok, hogy már a több mint fél éve, hogy úgy a munkáltatói oldal, mint a mi oldalunk részéről perfektuálódott a végleges szöveg, ennek ellenére az aláírások elmaradtak. Ennek hiányában nincs mód arra, hogy a minisztériumhoz fölterjesszük a szerződést annak érdekében, hogy az ágazatira válhasson. Hogy ki ebben a ludas, én nem tudom, de tényleg nincs még ágazati kereti szerződés, és azt mutatja az idő múlása, hogy erre egyre nagyobb szükség mutatkozik. Tegnap a MÁV vezetésével a humánpolitikai vezérigazgató helyettes, de gondolok, volt egy egyeztetés, ahol ez a kérdés is szóba került, és ott elmondta, szakszervezetünk elmondta, hogy bizony amennyiben nem kerül sor a ágazati kereti szerződés mielőbbi tetealábozására, akkor akár a sztrájkot is alkalmazzuk annak érdekében, hogy ez a szerződés létrejöhessen. Ezen a megbeszélésen egyébként a kereti szerződés módosítása is szóba került, nem nagy hordájú kérdésben, abban, hogy a 230 órás túlóra határt 300 órára emeljük adott területeken és adott munkakörökben ezért vonatkozásában. Szakszervezetünk álláspontja viszonylag egyszerű. Úgy gondoljuk, hogy azon munkakörökben foglalkoztatottak, akiket a túlóra emelés érintene, elég leterheltek, akár szellemi, akár fizikai tekintetben, a munkavégzés körülményei okán. Veszélyt látjuk annak, hogyha a túlórát elengedjük a törvényi felső határig. Épp ezért azt az indítványt tettük a munkáltató felé, hogy 200%-os díjazással és egyéni megállapodás megkötésével tudunk ahhoz hozzájárulni, hogy december 31-ig a kereti szerződés lehetőséget adjon a 230 órás korlát túlépésére. És még abban a feltétellel, aminél nyilván a kereti szerződésbe kerülne, hogy a munkáltatóval közösen haladéktalanul és viszonylag nagy intenzitással, amennyire persze ez lehet a vasútnál, megvizsgáljuk annak lehetőségét, mi módon lehet ezeket a munkaköröket tehermentesíteni, oly módon értelemszerűen, hogy megfelelő munkaerőpótlást biztosít a MÁV ZRT. Nyilván ennek megvannak a korlátai, nevezetesen, amit a MÁV számtartóan hangoztat, a forrás hiány, nevezetesen, hogy nincsen rá fedezet, nincs bérköltség hely, ami a felvételeket segíteni. Még akkor sincs, hogyha látszalagosan van lehetőség a munkaerőfelvételre, viszont olyan alacsony jövedelmi forrásokat tud kínálni a vasút, ami bizony a megfelelő szakembereket távol tartja ettől a pályától, és bizony sajnos azt is el kell mondjuk, hogy nagyon sokan intenek búcsút a vasútnak, amiatt, mert az itteni jövedelmek a mindennapi megélhetésüket nehezen fedezik. Éppen miatt is
a szakszervezetünk még bár nem hivatalosan, de informálisan közölte a bér kondíciója tett javaslatát, ami úgy nagyjából 7% körüli keresetfejlesztést kell, hogy jelentsen 2015 év január 1-től kezdődően átlagosan a vasútnál foglalkoztatottatnál. A konkrét bérindítványunk véletően még a hónapban megformálódik, a hónap közepén megformálódik. A két év óta húzódozó munkaidő növekmény ellentételezésről új felszót váltottunk, a munkáltató nyitott a kérdés rendezésére, de hát megint csak előjött az ominózus forrás hiány. Azt gondoljuk, hogy ez nem lehet érv, hiszen egyszerűen tagadhatatlan az, hogy a emelt munkaidő okozta teljesítmény növekményeket valami módon az azt létrehozókkal érzékeltetni kell. És ennek nem lehet más módja, mint az anyagi kompenzáció. Vagy bérben, vagy a nyugdíjpénztár támogatásával, vagy mit tudom én, bármi módon, de ezt a kérdést a magyar államvasutaknak szükségszerű rendezni, azt gondolom, bár tudom, hogy jogi kötelezettségük nincsen, de erkölcsi és morális kötelezettségük, hogy velünk erről olyan tárgyalást folytassanak, amely eredményre vezet. Úgyhogy nem adjuk fel, és a bérkövetelésnek, hogy ezt talán említettem is, része lesz a e kérdéskörnek a rendezése is.